nagy kihívásnak és szép feladatnak tartja új munkáját Dombi Ildikó. A rendezvényszervező KFT január 1-ével kinevezett kiállítóterekért felelős ügyvezetője szeretné, ha a gyulai kiállítások, múzeumok további vendégeket csalogatnának a városba. Erre jó lehetőség lesz a március közepén megnyíló Almási kastély, melyben olyan élményeket és látnivalókat szeretnének kínálni az érdeklődőknek, melyek nem a hagyományos módon mutatnák be, hogy milyen is volt az élet annak idején egy főúri családban. Kimerem jelenteni, hogy Magyarországon egyedülálló csúcs technológiás kiállítás nyílik majd az Almási kastélyban, és hát meg fogja találni minden generáció azt az élményt, amiért érdemes lesz ide látogatni, és hát ennek az a varázsa ennek a kiállításnak, hogy ez nem olyan egyszerűen bejárható, nem arról szól, hogy végig sétálok, és utána gyönyörű volt, és elmentem. Itt órákat el lehet tölteni, hiszen olyan interaktív elemek, olyan lapozgatható szakácskönyv van, amiben több mint 15 recept van. Na most mire azt végig tanulmányozza, sőt, majd ugye ez a receptkönyv meg is vásárolható, és a legegyszerűbb dolgot mondtam. Dombi Ildikó több más hasonló kastélyban tett látogatást, melyek tapasztalatai alapján úgy fogalmazott, a gyulai épületnek az adja majd az egyedi különlegességét, hogy olyan életképeket is bemutat majd, ami máshol kevésbé jellemző, de sokakat érdekelhet. A vidéki kastélyok életével ilyen formában nem igazán volt mód megismerkedni, és akkor egy kicsit a humorosabb oldaláról fogom föl. Van egy olyan elem, ami arról szól, hogy a komorna hogyan próbálja a vérszívókat eltávolítani az uraság szobájából, és ez gyönyörűen le van írva, de sok-sok ilyen hétköznapi dolog van, amire úgy tulajdonképpen kíváncsiak lettünk volna, de ezért az ember nem megy el a könyvtárba, és nem kezd ezzel foglalkozni, és itt a könyv vagy a kiállításon ezt gyönyörűen meg tudja tekinteni, és hát olyan dolgok jönnek elő, hogyan utaztak régen, hogyan zajlottak a higiénés dolgok. Az ügyvezető elmondta, még a kastély mellett a többi kiállítóteret is szeretnék vonzóvá tenni a nagy közönség számára úgy, hogy a kiállításokat kulturális programokkal szeretnék még inkább élővé tenni.